Sziasztok, ez itt a Böge Csatorna, én Balázs vagyok, és a negyedik résszel folytatjuk az Ara History Untold lesz egy sorozatot ott, ahol legutóbb abba hagytuk. Nagyon szépen épül-szépül itt a mi kis birodalmunk, szerintem tök király minden. Annyi, hogy utat azt lehetne építeni esetleg, Canberra és Griffith között. 12 kör, ezt is hamarabb meg lehetett volna csinálni. Van még ilyen, lesz pár ilyen. Biztos van olyan, amit így rosszul csinálok ebben a játékban. Ez egy friss játék, tanulgatjuk, ismerkedünk vele. Szóval, ja, minden rendben lesz. Azt mondtam az előző rész végén, hogy Canberrában építhetjük meg az első csodánkat, idézőjelben. Ez a Nemrut Dag lesz, ami ad nekem plusz egy város korlátot, és ez szerintem tök jól fog jönni. És ebbe a, vagy erre a slotra fogom megépíteni, mert itt jelenleg még nincsen semmi, és ez olyan provinciába kell építeni, ahol nincsen semmi még. A lándzsásokat azt megépítettem, de nem muszáj egyébként őket lehozni, tehát ott lehetnek nyugodtan a tartalékosok között. Nem muszáj lehozni és azzal fenntartást fizetni értük. Kosár elkészítve, elfogadtam a régiót, igen, meg egy csomó más bónusz aktiválva. Most elvileg mindenhol vannak aktív bónuszok, és mindenhol ezek az aktív bónuszok aktívak, remek. Akkor ehhez most nem kell nyúlnom. Megvan a harci szekér, jöhet a szövés. A Flindersben elkészült az a halászhajó, vagy halászbárka, ami jelenleg kajára van állítva. De ezt át lehet állítani, szükség szerint. És akkor jöhetne ide még egy. Erjesztőgödröt végül nem raktam le, igaz? Ja, azt végül nem raktam le. Szóval jöhetne még egy kaja, hely, vagy halászhajó ide. És akkor nézzük meg az itt elkészültet. Ami most ugye élelmiszert, meg élelmet termel, de ez lehetne só, vagy akár... drágakő. Hoppá. A drágakő az jó. Legyen már drágakő. 6 kör alatt termeli meg, de ez a drágakő ez jól fog jönni majd. Már most is láttunk olyat, amihez lehetne használni. De a későbbiekben ez még hasznosabb lesz. Itt megyünk délnek rendületlenül. Azt hiszem mindig, hogy el fog már lassan fogyni a térkép, de nem. Ez egy viszonylag pretty fucking big térkép. Északon pedig le tudok telepedni. Erst 3-asra írja ezt a területet. Hozam tekintetében, és a többi meg ennél is rosszabb. Úgyhogy akkor végül is jó helyen vagyunk itt. Van 5 a provincia, tök jó. Akkor Melton lesz az új városunk. 2-es értékelésű város. Következő körben fog megérkezni. Vagy fog letelepedni az emberek. És Meltonban ugye rögtön el tudunk kezdeni gyártani. Kezdjünk el törvénykönyvet gyártani, mert miért ne? Ez 25 kör alatt készül el, mikor majd ezt berakjuk egy városba, akkor ad biztonságot és tudást. Főleg a tudás az, ami ezen a ponton engem érdekel. Fogsz kapni lakomát? Vagy magtárat? Legyen magtár, mert ez nagyobb növekedést ad. A törvénykönyv pedig gazdasággal, faanyaggal, az alapdolgokkal boostolható. A legtöbb dolog az élelemből van. Meg pénzből. Úgyhogy ezt a kettőt fogjuk felhasználni, hogy 6 kör alatt legyártsunk egy törvénykönyvet. Griffith megint tud növekedni. Itt az volt a mesterterv, hogy még kellene nekem a tehenek is. Bocsánat, kecskék. Mert a kecske az ad nekem kecskét és gyapotot? Gyapjút. Jó, hát nyilván gyapjút. Gyapjú mondjuk már van. Az annyira nem is priós. Akkor legyen meg Singleton. És majd utána Wodanga. Vagy Wodonga, hogyha kell, hogyha meg nem, akkor ez a terület. Tehát mert Singleton, és ezzel össze is értek itt a területeink. Ez ebben a játékban abszolút semmit nem jelent, de azért szép. Legább szép. Mit építsünk Meltonban? Növekedés az adott. Hentes üzlet. Ugye az mindegy, hogy mit hol termelünk, bárhol fel tudják használni. Takács. Vagy, nem, mondok jobbat. A műhely. 33 kör lesz a műhely megépítése. Holy shit. De megépítjük ezt a műhelyet, és az nagyon jó lesz.
előtte elfogyott a szerencsénk, mert ide már a Német-Római Birodalom területére nem lehet bemenni. Szóval akkor vissza az egész. Egészen ideig kell visszajönni. Ez a felderítő pedig ugye ő neki a feladat, hogy levadásza itt a vadállatokat. Úgyhogy ezt is fogja tenni. Azért végig kattingatok itt, hogy minden rendben van-e. Vagy nincs-e valahol beavatkozásra szükség. Például itt van. Griffithsben jöhet egy új élvezeti cikk. És ha a növekedést szeretném itt is promotálni, akkor ahhoz az kell, hogy mondjuk magtár, nem tudom, a magtár ellátja-e még, vagy termelünk-e annyit a magtárra, annyi magtárat, hogy az elég legyen. Most van 2, ami raktáron van. A másik lehetőség az a... Hát másik lehetőség az a lakoma, de az meg ott van, az már működik. Akkor lerakok még egy, vagy felhasználok még egy magtárat. És most elvileg egálban van a magtár. Tehát annyit termel a magtár, amennyit felhasználunk. Nem lehet gyorsítani a termelést. A kerámia edényből lehet, hogy nincsen elég. Jó, kerámia edény. Azt meg szintén nem tudjuk már hova gyorsítani. Tehát akkor le kell majd rakni még egy épületet, ami kerámia edény termel, és akkor lehet valamit kezdeni vele. A magtár itt aktiválódott Griffithsben. Meg Meltonban is. És még így is eleget termelünk? Magtár 0202, elvileg igen. Nem tudom hány tizedes egyek nézi ezt a játék amúgy, de mondjuk azt, hogy elméletileg igen. Elfogadott Singletont, I sure did. De még mennyire, hogy elfoglaltam. Kezdjük a felderítővel. Például ezt a párducot, ezt meg kéne ölni, mert ő rajta ül egy rókán, és a róka adna nekem szörmét. Amit ugye ad a zsiráf is, majd hogyha elkészült. De akkor is jobb, hogyha több lehetőségünk van. Új eszménykép. Egy vállalkozó, egy stratéga és egy író. Arra gondoltam, hogy kéne valami nagy szét alkotni, ilyen mesterműt. De ezek a mesterművek mind a harcászathoz köthetőek. Sun Tzu-i a jobb olyan szempontból, hogy az 25% erőt ad, nem csak 15%-ot. Akkor vegyük fel Sun Tzu-t. Ő irodalmi mesterművet tud létrehozni. Hát remélem van most arra lehetőség. Az ősök házában létre tud hozni egy mesterművet. El is kezdett rajta dolgozni. Ott Canberrában. Néhány ragadozó eltávolítása közben következő szörme élelem. Igen, ezeket valóban én megtaláltam. Honnan tudtad? Megvan a szövés. Jöhet a bőrfeldolgozás. Cserjézés. Cserjézés? Cserzés. Cserjézés. Oké, mindegy. Canberrában lett egy új szakértő és egy új régió is. Akkor itt menjünk azzal, hogy mire van szükségem. Hát mondjuk tengerpartra arra szüksége van ennek a városnak. Persze a gyapot is jó lenne. Egyik sem priós. Úgyhogy akkor menjünk a gyapottal először. És utána jöhet a tengerpart. A szakértő az pedig, hát ezt sokszor én találomra küldöm ki. Mondjuk ha kicsit a kerámia műhelyet jobbá tennénk. Most már egy kör alatt nem egy kerámia készül el, nem egy edény készül el, hanem 1.3. Akkor elméletileg az még így jobb is lesz. Igen. Most már ez így el van látva. Tárgy jelenleg nem elérhető. Dehogy nem. Mi az, hogy nem elérhető? Te nem vagy már elérhető. Oké, lehet, hogy tényleg nem elérhető. Csak ez az, amit nem találtam meg itt a felsorolásokban. Mit mondtam, mit kell mindenképpen építeni? Egy hajót. Nem ezt mondtam, de most arra gondoltam, hogy egy hajót mindenképpen építeni kéne. Triérészt. Hogyha valami fennforgás lenne, akkor jelen tudjunk lenni.
Nemzeted útjáin járva észreveszed, hogy beborul az ég. Egy szomszédos törzs közeledik feléd, és idegesen elmondja, hogy törzsüket támadással fenyegette meg a legerősebb ellenségük. A törzs azt tervezi, hogy seregeit veszélyes hegyeken keresztül vezető útra küldi, hogy őrizzék a határokat, de nincsenek erőforrásaik. Segítséget nyújtasz? Ez Csecsenföld. Ennél találóbb nem is lehetne. Adok kaját, ne kelljen már láncsásokat küldenem. Mondjuk az adott tekintélyt. Jó, megkapjátok a láncsásaimat. A láncsásaim úgyis csak azért gyártottam le őket, mert nem volt hirtelen jobb ötletem. Jöhet a szakrális szertartás, ami azt hiszem, hogy a vallást is kioldja. Flinders pedig következőnek... Adelaide? Vagy hogyha a szép határokra akarunk törekedni, akkor vagy ez a Sargasso tenger, vagy Wollongong. Ugye fából nincsen most túl sok. Abban meg, ahhoz meg Darwin lenne a megoldás. Vagy Wagga Wagga, mert ezek mind sok fát termelnek. Hát fából tényleg nincsen túl sok. Jézusom. Legyen Darwin. Darwin jó lesz. Wagga Wagga kicsit jobb ilyen szempontból, mert az még plusz egy aranyat is ad. De azt lehet, hogy meghagyjuk a másik városunknak. Úgyhogy Darwint fogom vele befoglalni. A szakértő az pedig mehet a magtárba. Mondjuk. Most a magtárban egyébként hozzá tudom adni a kerámia edényt? Hát most igen. Remélem most már érzékel, hogy ez így lesz innentől kezdve. A másik az pedig Melton, az viszont biztos, hogy új... Nem biztos. Új Kegelorli, új Busselton, ezek mind jöhetnek a fa miatt. Legyen az új Kegelorli. Bár nem egy erős régió, de legyen az. Ennyi. Ennyit tudtam most tenni, érted? Szerintem. Város. Flinders, következő kör. Ugye megépült a Trierész. Akkor következőnek... Itt nem tudom, van-e fakitermelő telep. Ebben a városban. Szerintem ebben nincsen. De hogy lehetne, mert igény az van rá. Úgyhogy megépítünk egy fakitermelőt. Igaz, hogy, tehát, hogy ez az a rész, ami nagyon fás. Ebből nem következik, hogy ide kell rakni a telepet, ettől függetlenül rakom én ide. Nem azért, mert muszáj, hanem azért, mert lehet. A trérészt pedig viszont azonnal bevetem. Ott el is kezdték összehívni a hajókat. A vagyon íze. 3 ékszert szeretne Nagy Katalin. Pont 3 ékszerem van. Ad érte 5 jólét tehát a fővárosba, 5 körig. És plusz 20 kapcsolatot. Oké. Okay. Állunk el. Hát ez ott odalépett, szerzett is magának egy drága követ, meg 15 aranyat. És Griffith a következő az, amelyiket tudjuk növelni. Itt már azért Oroszország elég közel van határügyileg, úgyhogy én behúzom Vologdát, következő Townsville, aztán pedig Vodanga lesz. Csak nehogy itt meglepetések érjenek. Nem túl jó az egészségeit a népeknek. Az a szomorú helyzet. Elkezdtek összívni a hajókat. Ez a rét. Ez az egység pedig nagy nehezen legyőzte ott a párducot, vagy mi a tökön volt ott. Hó párduc. Úgyhogy most már az rendben van. Nem többet senkinek nem okozhat kell mild annoyance-t. Egy kisebb kellemetlenséget. Itt viszont nem tud növekedni a város. Úgyhogy a vadásztábor amint elkészül, utána jöhet a lakóház. A lakóházat érdemes a városközpont mellé építeni, mert akkor ad extra... valami extra bónuszt. Ezt lehet, hogy meg is gyorsítom pénzzel. Máshol nincs ilyen probléma, igaz? De itt is, Canberrában. Mik vannak? Legalább a következő körben elkészül, nem ruddák. Tehát akkor ide is kell egy... lakóház. Ezt a játék egyébként akár kicsit hangosabban is szólhatna ezért. De nem baj. Nem haragszunk. A többi helyen rendben van. Az élvezeti cikkek is megvannak.
azokkal nincsen semmi extra feladat. Szekrai szertartás elkészült, és akkor elkészült a csoda is, vagy akárhogy is nevezzük, nagy projekt, whatever. Ezzel pedig átléphetünk a következő korba. Ott is van a csoda. Hát ez tényleg fantasztikus, Anni. Azt hiszitek, mennyi ember gyűlt össze. Holy shit. Még fel is tőlek tűzijátékot, meg minden. Ó, ez nagyon menő. Ez nagyon tetszik. Te gyógyulgass, te ne tétlenkedjél, nem vagy tétlen, gyógyulnod kell, oké? Okay? A Trierésznek az a trükkje, hogy azzal nem nagyon lehet eltávolodni a vízparttól, ahogy az egyébként az összes ilyen játékban benne van, de felfedezzük legalább körbe, hogy mi újság. Itt pedig egy ilyen teljes képernyős grafikával ajándékoznak minket a játék az annak örömére, hogy elkészült a csodálatos épület. Yay! Ezért mindenképpen megérte megépíteni, meg amiért megérte megépíteni, az a plusz egy városhely, amit már rögtön most el kéne döntenem, hogy hol fogunk lerakni. Nagyon sok jó ötletem nincs, ide lehetne, és akkor egy ilyen alakú lesz az országunk, ami nem szerencsés, de mit tudsz csinálni? Mert elfogyott a helyi időközben. Azokat beengednek. Moszkvába. Moszkvában van egy íjász. Akkor Moszkvában nem megyünk. Mert nem lehet beszélni. Felépült ez. A fakitermelő telep 2. És a fakitermelésünknek igencsak fel kéne javulnia. De egyelőre még nem tette. És ami pedig akkor jöhet ide a következőnek, az mondjuk egy oltár. Az oltár az, ami ahhoz kell, hogy vallást alapítsunk, és ez egy olyan dolognak hangzik, amiben szívesen én bele megyek. Egy pici oltárt ide építünk ebben a városban. Meltonban pedig, szerintem ott is valami... Ott a műhely készült el, ami most jelenleg nem is gyárt semmit. Akkor te leszel az, aki mondjuk kereket elkezdhet gyártani. Ha nem is végtelen számú kereket, de mondjuk 10 kereket. Ezt felturbózni... kötéllel lehetne? Kötélből nincsen túl sok. Lehet, hogy kötélnél be volt állítva, hogy ne termeljen túl? Mert ne, most azt írja, hogy nem termelünk kötelet. Pedig kéne. Ez így 8 kör alatt megvan. Rádobunk egy kis pénzt. És már is csak 5-kor. Ja, meg kapsz ilyeneket is. Mi van a kötéllel? Azt itt termeltem. A fővárosban, Canberrában. De miért nem termelem már? Hol a műhely? Hol a műhely Canberrában? Mert itt kosarat termelek. Végtelen mennyiségű kosarat. Oké. Okay. That's fine. Akkor viszont kell tényleg egy hely, ahol majd kötelet fogunk termelni. Flandersben ott van két műhely. Nem, az egyik egy gyűlésterem. Például eszközöket termelünk, kőkori eszközöket. Mondjuk az is kell, addig amíg nem lépünk tovább a kőkorból, szóval ez is understandable, have a great day. Itt viszont nincsen még termelés. Tehát Griffith az, ahova lehetne. Mondtam, hogy meg fogom ezt gyorsítani, csak végül nem tettem meg, szóval most meggyorsítottam a lakóház építést, hogy lehessen növekedni. És akkor legyen itt is egy műhely, ahol majd gyárthatom a megfelelő cuccot. Jó, Melton. A Meltonban. Ott is lehet oltár. Miért lehet mindenhol oltár? Egy telepes? Aki, hogy 12 kör, de hát jó lesz az, meg kell. Úgyhogy ez most Meltonból fog elindulni. Innovatív kutatás befejeződött, vas megmunkálás. Például most már a kőszerszámok azok idejét múltak. Tehát a vas a következő nagy biznisz. Pénzverés. Na azt mondtam, hogy látjátok, mondtam, hogy kell majd az a drága kő, meg a réz, főleg a réz. Fejezetváltás, nemzetre tovább lépett.
És akkor azt jelenti, hogy mások pedig nem sokára kiesnek. Ismeretlenek fognak kiesni. Katalin azt tartja a lépést velem egyelőre. Ami jó, mert én nem tudtam velük tartani a lépést első körben. Kaszárnya. A kaszárnya 15 biztonságot ad a város számára. A többi, a palotna, a palotához kellene a sok kerámia edény meg a kötél. De a kerámia edényt ugye jelenleg felhasználjuk, kötelet meg nem is termelünk. És palotát meg szeretnék építeni. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy építek egy új... Mi a vihart? Kerámia műhelyt. Már van egy kerámia műhely. És nem is tudjuk a másik mellé rakni. Mert a ragadozók oda ragadozták magukat. És akkor lerakjuk ide. És majd neked kell azt a ragadozót megölni. Hogy ez többet ne fordulhasson elő. Megnézzem a hegy másik oldalát közben. Megmegyünk a hajóval is. Elkezdődött az aranykorom. Nice. Griffith pedig akkor most be tudja húzni. Mit mondtam? A sorrendet? Singleton. Ez a három, ez nem volt behúzva? Mert Bendigo, Townsville és Wodonga is kellene. De most Townsville az, ami szerintem a következő. Logikusan, meg így átgondolva. És kaphat végre egy élvezeti cikket, ami... Hát lehet gyógyhatású készítmény, csak abból akkor mínuszba megyünk. Kosár, az is tök jó. Törvénykönyv. Oké. Mondjuk a törvénykönyvet el kell kezdeni használni. Akkor az jöjjön ide. Legyen itt a törvénykönyv. És legyen gyorsabb a kutatásunk. Menj tovább télnek. Tényleg meggyógyultál, úgyhogy akkor most már kiszedheted onnan a farkast. Amit már az előző körben meg kellett volna tenni, de mindegy. A lényeg, hogy elkészüljön. Találkoztál egy törzsel. Ingus föld törzse. Gondolom ővelük így lehet beszélgetni is. Ott is vannak. 25 gazdaságot kérnek, azért, hogy jobb viszonyba kerüljünk, úgyhogy én ezt abszolút adom. Meg ez teljesen vállalható. Melton az a legészakibb városom, igaz? Igen. Meltonnal jöhet akkor Wagga Wagga. Nem, új pill, mert szükségünk lesz arra a bányára ott. És ő is kaphat egy élvezeti cikket. A kosár az jöhet ide is. Gondolom. Vagyis hát akkor ide jöhet a kosár, mert a törvénykönyvet a másik nem kapta meg, úgyhogy akkor ide jön a kosár. Canberra megépítette a mit építettünk meg? A kerámia műhelyt. Na akkor azonnal kezd el ilyen szuper tempóban termelni nekem kerámia edényt. Mehet bele pénz, mehet bele... Ó, több pénz nem kell bele. De végül is mehet. Vagy akkor ez pénz legyen, ez meg anyag. És akkor két kör alatt termel egyet. Kapsz egy kőkori eszközt, kereket az még nem, mert az még szerintem nem készült el. Pedig a kere is készülhetett volna. Növekedésnél van egy felkiáltójel. A város stagnál az élelmiszer hiány miatt. A nemzeti többlet tartja életben a várost. Aha. Nos, ez esetben velem lehet beszélni. Ez nem adna nekem kaját. Gyakorlatilag csak a farm ad nekem kaját. Farmot meg oda érdemes rakni, ahol már van farm. Tehát mondjuk ide. Erre a részre. Ez adna nekem? Mert itt van egy gyapott ültetvény, de azt hiszem nem adna kaját. Ez melyik ez? Ez a rész. Most nem is látom itt oldal. Ja, valószínűleg azért meg le kell hozni. Aha. Itt van Bustleton. Igen, az nem adna kaját, tehát az pont a lényeg vészel belőle. Akkor... Hát ha jól értem, mondjuk ide lerakok egy gazdaságot.
plusz 100% a régió élelem termelésére. Tehát van egy alap basic termelése, ez a plusz 3, ez duplázná meg a mező. Tehát ez nem úgy működik, vagy a gazdaság, nem úgy működik, hogy magában az épület termeli meg, hanem az csak az alap yieldet növeli talán. Ezt begyorsíthatjuk, mert most van pénzem lóvéra. Menjünk tovább a veszélyes földeken. Itt át tudok menni erre a sziget? Vagy ezen a sziget körül a másik részre talán? Ez menő lenne. Itt is van még egy földrész. Nagyon jó. Akkor Canberrában most így plusz 1 lett a kaja, mert az ott plusz 6-ot ad. Ahelyett, hogy csak a sima 3 base yieldet kapnánk meg. De ha leraknék ide még egy farmot, akkor az nem tudom, hogy adna-e még plusz 3-at. Azt hiszem igen, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Azt tudja, hogy ez most nem működik. Most éppen itt ékszert nem termelünk. Úgyhogy átállíthatjuk... törvénykönyvre. Mert törvénykönyvből akkor leszünk pont nullon. Módosítok, tök jó. A következő projekt meg akkor... hát itt mondjuk akkor jöhetne ez, a gyapotmező. Mert akkor gyapotot is el tudok kezdeni termelni. De közben persze szükségem van továbbra is például a műhelyre. Kinek a hagyománya? Egy idegen nemzet előkelősége érkezik a városokban ma este. A polgáraid rendkívül izgatottak, azonban a tanácsadóid pánik hangulatban járulnak eléd. A látogatás minden részletét gondosan megtervezték, kivéve az üdvözlő vacsora menüjét. A saját vagy az előkelőség nemzetének hagyományait és ízléseit tükrözze a menü. Jézusom, helyi konyha, 15 boldogság, 20 körig. Kutatást végzek, az biztos, hogy nem, mert a végén a 10 lakomát az nem kell. Felbéred a legjobb szakácsokat, akik fúziós ételt készítenek. Hát ne haragudj, de ez lesz a megoldás. Jöhet a fúziós étel, by all means. Fúziós étel, megőrülsz. Nagyon szép földek vannak itt délnek. Hol kell még megölni vadállatokat? Úgy látom, hogy itt, ezt a pumát. Ezt szét lehetne kapni. Mármint nem megöljük ilyenkor őket, hanem csak megkérjük, hogy menjenek máshova lakni. Ennyi történik, semmivel sem több vagy kevesebb. Te mit építettél ilyen serényen? Azt tudom, hogy mit tudsz építeni, kecskét. Vagy kecsketermelőt, vagy rizset, vagy szőlőt, vagy juhot. Mindkettő remekül hangzik. Csak először tudnom kell, hogy itt alapból... Az tök jól csinálja a többi összes ilyen játék, hogy kiírja, hogy mi volt itt az előző körben építve. Ilyenkor itt ki kell jönnöm, és meg kell néznem, hogy ja igen, tényleg műhely, bocs, elfelejtettem. És ennél jobb a többi játék. Azt mondtam, hogy kötélre van szükség, igaz? És akkor ezt használhatunk gyapjút. Mert a gyapjúból most plusz egy a körönkénti termelés. Ehhez használhatunk sejmet, bár sejmet nem termelünk. Tehát akkor gazdaságból kell megoldani. Úgy. És akkor most beszéltünk arról, hogy mi jön ide következőnek. Nem mintha bármi változtatna. Itt az egészség az elég rossz. Kovács. Nem, koncentrálok. Az egészség elég rossz, úgyhogy kaptok egy vízkutat. Valahova. Jó messzire, kelljen csak sétálnod a kutyá nektek. Hálátlan népség. Hát ilyen szigeteket fedezgetek fel ezzel a hajóval. Szuper izgalmas. Ez tényleg ilyen pici szigetek. Itt is hát most itt mi fog élni? Semmi. Kínálat és kereslet. Jó, kapsz magtárat. Két magtárat nekem megér, hogy jobban legyünk. Elkészült az érme, vagyis a pénzverés, úgyhogy jöhet a pénzverde és az érme is, és az érme fogja felhasználni a rezet. Meltonban még egyelőre ott a mi ez? Settler az, aki készül. Kulturális örökség. Ilyen sor kulturális örökség, miért ne? Flinders pedig.
Most jöhet Cessnok, most megkezdhetjük kikerekítgetni itt a területeket, hogy ki is nézzem valahogy. Van két szakértő, az egyik már ott dolgozik. A másikkal lehetne hozzárendelni, hogy több hozam, mint kaja? Az annyira nem. 5 plusz 5 biztonság, az viszont hasznos tud lenni. Vagy plusz 20% termelés. Oké. Azt hiszem megvan a nyertesünk. És akkor most tudok alapítani egy vallást, igaz? Mert hogy elkészült itt ez a remek kis oltár. Jó, akkor a következő részt így kezdjük majd, hogy alapítunk egy vallást. Mára megköszönöm a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!